Na sziasztok, Rikári féle kurta vloggal jelentkezem, és egy érdekes helyszínen vagyunk, szerintem nem nagyon hallottatok még róla, legalábbis aki nem erre felé lakik, biztos nem hallott róla. A Veresegyházi Mozdony Parknál vagyunk, nem messze van ez a Veresegyházi vasútállomástól, az egyik kedves nézőm, MKV Marci, MKV Magyar Közlekedési Videók csatornája van, ő hívta föl rá a figyelmemet, ez gyakorlatilag két sarokra van a vasútállomástól. Itt nem is sok mozdony található itt, meg nem is olyan mozdony. Az egyik mozdony az ez, egy ilyen mozdony formájú mászóka, ugye, aminek mi van ráírva, hogy mozdonypark, egy kicsit ilyen, hogy is mondják, retro stílusú a cucc. Meg is mutatom, úgyhogy kimászok a képből. Ugye teljesen mozdonyt formál, föl lehet rá mászni, és van rajta egy ilyen trepni is. Ugye ez a trepni, ez ilyen vagonokon, mozdonyokon ilyen trepnik vannak, ugye csúszásmentes vas trepni, vonatlépcsőn láthattatok ilyet régebbi vonatokon, például BHV-n, nem biztos, hogy pont ilyen méretben, és itt a tábláról kiderül, hogy bizony ezt a mozdonypark készítették a Steinmetz Miklós Szocialista Brigád dolgozói. A Landler Jenő járműjavító, ez ugye a István Telki főműhely, tehát ez ma is megvan, csak kicsit másként funkcionál. Annak a hetedik osztálya, az nem tudom melyik osztály volt, meg hogy mivel foglalkoztak, hogy ez egy nagyon nagy járműjavító volt. 1979-ben ők csinálták itt a gyerekeknek, és hát látszik is, hogy csövekből, meg hát ugye a betűk laposvasból vannak, ilyen ezért egy ilyen mászóka, és ugye egy ilyen trepni, ez pedig hát gondolom valami bontott járműnek az alkatrésze lehetett a 70-es években, fene tudja, hogy milyen mozdony vagy vagonnak a trepnie, és akkor még megmutatom nektek itt, ahol a srácok mennek, egyébként egy játszótér van itt, egy kis játszótér, körbe van szépen kerítve, és ott itt pedig egy ilyen favonat található, és ebbe a favonatba is be lehet ülni. Ugye, gondolom a mozdonyba is be lehet ülni, úgyhogy mindjárt ki is próbáljuk. Igen, beülünk, most mi leszünk a elölülünk, és mi leszünk a masinisták. Igen, és hát egész kényelmes, szembe is van pad, illetve igen, több gyerek is be tud ülni, meg lehet itt játszani, ugrabugrálni. Én azon röhögtem gyerekkoromban, amikor van is rólam olyan fotó, majd egyszer, ha elő megtalálom, akkor lehet, hogy bevágom valamelyik videóba. Olyan volt a Vidám Parkban, körhintán volt ilyen busz, amiben be lehetett ülni, és úgy volt, hogy elől mind a két gyereknek volt kormány, de nem csak az első, hanem volt egy hátsó ülés, hogy már hát a busz az ne csak ketten üljenek elől, ott is volt betéve kormány. Úgyhogy minden gyerek vezethette a buszt. És akkor egy nagyon kényelmes fellépő lépcső van, és be lehet itt a vagon, ilyen kis fapados, és ezen is lehet utazni, játszani, ugrabugrálni. Hát ennyi. Hát vannak itt érdekes dolgok, meg szemét, meg kosz, meg úgy látszik nem csak a gyerekek járnak ide, itt szotyi, meg cigis doboz, meg ezért hát ugye játszótéren nem annyira illik cigarettázni, úgyhogy nem mindenki rendeltetésszerűen használja ezt a játszóteret. Na, itt a másik oldalon kiugrunk a vonatból, és ezzel be is fejezzük. Peti, Ikarus TV felmászott a mozdonymászókára, integet nektek, és hát akkor ezzel én is elköszönök. Sziasztok, csüssz, ennyi volt ez a kis kurtalog. Ha erre jártok, nézzétek meg, főleg a gyerekkel megéri.